Ezt az éneket avval kezdem, hogy ballagtam egy este hazafelé, a kertmegi maggósból, s azon rezgelődtem, hol is aratok az idén. Elszámolgattam magamban, hogy ezek és ezek a gazdák adhatnának aratást. Gondoltam arra is, hogy új rázra kéne elmennem csépelni. Igaz, bevallom most a világnak, nagy álnokságot követtem el én, mert amíg az úton, fűzetlen bakkancsba, ballagva a titkos imádságok tüzibe, melegítettem a vasat, az újrázi cséplőgép ügyében a másik tüzesedő vas után is oda nyúltam. Szolgáljon engesztelésül ellenségeimnek, s mentségül kopasz, s nagyfokú bíráim előtt majd az, hogy azt a másik vasat nem én, hanem Harcsa Dénes és Rácz József melegítették a kaszinó tüzében. Igaz, ez nem ment fel engem a bűnök alól, mert még kapkodtam a másik vas után is, de olyan meggyőző szavakkal magyarázta két barátom, hogy csak az egyik vége tüzes a vasnak, a másik vége meg nem éget, fogjam csak meg. És én megfogtam. Utóvégre Ádámot is addig gusznyózták az alma evése, hogy a végén lenyelte pedig őt. Legjobb tudomásunk szerint maga az Isten gyúrta. Engem meg csak édesanyám szült, s nagybácsi gyúrt meg először a pohos íj és tanyán. Ó, érzem én, milyen eltévedt ember vagyok. Amíg püfölőim a kávéházak füstjébe küzdöttek és szenvedtek, én nyomorult nem vállaltam a küzdést, illetve nem amíg csak reménybeli és bizonytalan irázi cséplőgépre várakoztam, hanem bekaptam a legyet, azaz a kaszinó szolgai állást fogadtam el. Ó, igen, tudom, a cséplőgéphez kellett volna mennem, hogy legalább az övékével rokon szenvedésben legyen részem. A kávéházak nehéz füstjét és az acsarkodásai kínjaid legalább megközelítőleg a géppor és a cséplőzúgás helyettesítették volna. A szenvedések mellé ők fekete kávét iszogattak, s nékem nem volt erőm és bátorságom még azt se kivárni, hogy majd egy kis poshat vizet ihassak a lajtból. Bocsássanak meg nekem arcom köpködésében csúffá vált püfölőim, hogy amíg a kert megi makkosból kapálva a vállamon hazafelé mentem, a fűzetlen bakancsban eltévesztettem a lépést, és Rácz Józsefnek, aki várt rám otthon, azt mondtam, hogy hát jó, ha olyan nagyon rajta van, elmegyek az úri kaszinóba, serkimérőnek. A kaszinó vezetősége ugyanis méltónak talált engem arra, hogy őket kiszolgáljam, s szavaztak, s megválasztottak. Ezzel a hírrel várt rám Rácz, s azt mondta, másnap már menjek be és kezdjem el a próbahetet. S másnap én csak ugyan bementem. Aj, én szegény megtévedt napszámos is próbahetes serkimérő ím, ismét csak odafordulok taposóim felé irgalomért. A nagy írnok szerint én, aljanép és tetű, újra és újra rimánkodva kérem őket, engesztelődjenek ki irányomban. Ha én fáradt pára, akkor nem a kaszinó, hanem írász cséplője vagy dobai puszta istállója felé indulok. Utolsó kétségbeesésemben ott ragadtam volna bizonnyal újra a pusztán, s ma már mint kornyadozó, fájó és megviselt csontú ember élvezném az uradalom bizalmát, s egy nagy bottal feszítenék, mint meggörbült derekú, félkonvenciós mágcsősz. Hát bizony én a kaszinó felé indultam. De miután ott se bírtam megmaradni, tovább jöttem, aztán megint tovább, s ma itt vagyok püfölői nagy gyönyörűségére. De erről a nagy gyönyörűségről akkor írok, mikor már teljesen kigyönyörködik magukat bennem.
Ím tehát most beszéljünk másról. Mondtam, ugye, hogy a kert megi makkosból mentem haza, s rác otthon várt rám. Örömmel mesélte, hogy sikerült, amibe ők Harcsa Dénessel régen sántikáltak, hogy a kaszinóba megválasszanak kimérőnek. Annyit kereshetek, mintha napszámba járnék, vagy aratni és csépelni mennék. Töltsek el egy próbahetet, s addig-addig belejövök, hogy mint hogyan kell csinálni, mondta. Hát, kis öreg, próbáljuk meg, mondtam Piroskának, s ő beleegyezett. Próbáljuk. Másnap kezdődött a próbahét. Vasárnap volt, emlékszek rá, mennyi tűnődés és szomorúság gyűlt össze a Harcsa Dénes szemében, mikor az első pohár sereket kiszolgáltam nekik. Nehezen ment. Kapálásban, zsákolásban és kaszálásban megkeményedett ujjaimmal, gyámoltalanul fogtam a poharakat. Minden percben mostam a kezemet, hogy ne izzadjon, s hogy az ujjaim hajlékonyabbak legyenek. A tagok az új kaszinó szolga örömére többnyire mind eljöttek, s itták a sercs kuglisztak. Harcsa Dénes mindjárt-mindjárt felállt az asztaltól, odajött hozzám, s velem együtt tanult jegelni, csapolni, és bátorított, hogy ő íme ott van, ne féljek semmitől. S dél felé már bátrabban mozogtam, és szigorúan meg tudtam mondani, ki hány pohár sert ivott, s ki mennyi sós kiflit fogyasztott. De azért, mikor délben eltávoztak, úgy rémlett nekem, mintha a Kongó vidékén várnám, összekötözötten, hogy délután újra jönnek a négerek engemet körültáncolni. Egy hétig szakadatlanul mostam a kezem, és szakadatlanul tanultam a mórest. Akkor átvettem a vezetést a régi kaszinó szolgától, és oda költöztünk. Átvettem a pincében a borokat, sereket, üvegeket, poharakat, sakkot, kártyát, krétát, kisvedret, nagyvedret, kugligolyókat, súrolókefét, üres hordókat, kuglibabákat, s egy nagy karikát, melyen olyan rabul csüngtek az összes kulcsok, mint én bennem a sírdogáló gondolatok. Ám Harcsa Dénes jött, mosolygott, meszelte a teniszpályán a vonalakat, s velem együtt locsolta, hengerelte, hogy az urak játékaihoz sima legyen. Ha igaz akarok lenni, elmondhatom, hogy nagyon szívesen oda hengerültünk volna talpunk alá a szelet is. Harcsa Dénes sokszor mondta, mikor így segített, hogyha meglátnák őt a többi tagok, hogy velem együtt végzi a nem tagoknak való alpári munkát, tám még ki is golyóznák a kaszinóból. Vagy pedig, ha megtűrnék eme bolondsága miatt, nagyon megvetően néznének rá. Különben is őt érthetetlen nézetei és világszemlélete miatt, előre bocsátom, nemigen kedvelték a kaszinó tagjai. Ő csak fütyölt, itta a sert, világszemléletét megtartotta, sok minden jókat kívánt az úri talpaknak, mikor azok széttaposták a teniszpályán a fehér vonalakat. Egyszer bementünk a könyvtárba, hogy széjjel nézzünk. Milyen lelkek laknak ott. Bizony, vékonyka volt a lelki csemege. Hercegkönyvek porosodtak hosszú sorban, meg Kosáriné, Rézlolák és Gulácsi Irének, aztán nagy kötek, Tolnai lapok, Új idők, Borszemjankók, Karinti Frigyesek, Földi Mihályok. Szóval a szíve lelke annak a világnak, aki kigolyózta magából azokat, akik alpári munkát merészelnek végezni, s azokat is, akik ennek a sokszerelmű, festett, hazug, idegen világnak ellene próbálnak támadni. A könyvek között ősrégi moly családok éltek, s rágták boldogan és háborítatlanul.
Fogyasztották a papírt. A mondatokat, mintha csak gomba lett volna, felfalták. Élelmes és hasznos kis molyok voltak ott. Azt a táplálékot, mivel a kaszinók népe a lelkét vendégelte, ők a hasukba rakták, és elemésztették. Szóval nagy csend és nagy por volt a könyvtárban, és unalom. Tojós molylekkék és fáradt ördögpillangók szárnyai zörögtek, mintha a porosodó könyvekből szállt volna ki a lélek, hogy a betűk tanításának szellemei. Na hát látod, ez itt a könyvtár, mondta Harcsa Dénes. Látom, mondtam, s bámultam az ördögpillangókat. Az ajtó nyitva volt. Egy csenevészfa állott az ajtó előtt, s annak galjain át úgy szúródott be a napfény a könyvtárba, mint egy hosszú, négy ágyú tündöklő vasvilla. Egy recsegős asztal is állott a könyvespolcok előtt, rajta repett kőhamutartóval. A hamutartóban porlepet két szomorú szivarvég volt, olyanok, mint amilyeneket a haládi úr szokott oda kínálni bagónak, ha jó kedve volt, s valamíg béresét ki akarta tüntetni. Itt nagy a béke, cimbora, mondottam. Annál jobb, indult kifelé Harcsa Dénes. Kint Piroska épp meszelte újra a teniszpálya vonalait. Az udvar kerítésén kívül csalán nőtt, s a csalán között megtépet, leeresztett szárnyú fiatal libák papatyíroztak, s a kerítés hasadékain át azt is lehetett látni messzibb az utcában, hogy egy öreg nénike kin ül az utcaajtó küszöbén, és valamivel szaporán babrál. Talán épp zöld passzújt tisztított. Így találkoztam én azzal a szobával, ahonnan a kaszinó lelke gondolkodás módja, világszemlélete, s együtt az egésznek haloványsága áradt. Ó, igen, a napok teltek, a hetek is, a bor fogyott, a szobák füstösödtek, néha-néha kuglizók gyűltek össze, s a kigurított golyók dörögve futottak vissza a facsatornán. Sokszor még éjfélkor is. Így legalább tudta a környék, hogy vannak, akik fenn virrasztanak, erősen megdolgozva a kenyerükért. A kugli babákat a legnagyobb fiam Jancsi állogatta, s mire éjfélre már elszúnyókáltak, Piroska nagy kendőt terített magára, s ő állogatta a szegény, szilánkokra püfölt fa vértanunkat. Eltelt egy hónap. A búzákat learadták, otthon az udvarunkon derékig érő gaznőt, s idegen csirkék és tyúkok bujdostak benne káricsálva. Meg kell említenem azt is, hogy a tagdíjak összeszedése is az én kötelességem közé tartozott. Olyan tagok is voltak, kiknek 2 éves tartozásuk is volt. Úgy kellett velük bánni, mint a hímes tojással, hiszen urak voltak, az úri kaszinó tagjai. Bevallom, ehhez nekem nem fült a fogam. Egyszernél többet én is voltam oda, hogy fizessenek. Úgy gondoltam, hogy a kaszinótagsággal vele jár az a finom mozdulat, hogy közös szórakozásaik mulató asztalánál önként leadják a poltúrákat. Ha már valaki úr, hát legyen úr, nem igaz? Érdekes dolog, hogy volt egy pár hintós paraszt is a tagok között. Főleg azokban nem volt meg az az általam óhajtott finom mozdulat. Engem különben nem bántott, hogy fizetnek, nem fizetnek, mondom. Nem rosszallásnak és halkan elrebegnem, hogy a gondnok úr küldött ezért és ezért. A gondnok pedig maga Rácz József volt. Hogy ő mit rebegett a foga között, azt nem tudhatom. Ennyi pár dolgot kifelejtettem,
De én most azokat is ideírom. Mielőtt serkimérő lettem volna, a kaszinó irodalmi estet rendezett nekem, s ebben Komlódi, a kaszinó elnöke, sokat segített. Ő különben 1000 hold körüli uraság volt. A másik, amit elfelejtettem, az, hogy Gönczi Béla református pap egyszer elkérettette néhány versemet, s elvitte, vagy elküldte Szeghalomra a gimnázium igazgatójának. Sörkiszolgálás közben sokszor gondoltam arra, hogy Jézus professzor úr tanítványának mit felelhet majd a szeghalmi igazgató. Volt néha délelőttönként egy kis szabadidőm is, pár óra. Ilyenkor messzire elrepültem a kaszinóból. Nem érdekelt se a borügye, se az, hogy melyik tag milyen habbal szereti a sert. Az emlékek húztak visszafelé, a lélek repített előre. A kiöblített poharak között álmodtam, s örültem, ha nem hallottam emberi beszédet. Sokszor csak arra rezzentem fel, hogy sikolt a csengő, s jelzi, hogy a kaszinó szolga én vagyok, vagy pedig Piroska szólt. Gyere, súroljuk a nyári asztalokat. A bort is kezelni kell a pincében. S ha vendég jött, kiszolgáltam, ha meg nem, súrolni kellett az asztalokat, vagy felmosni a folyósó köveit. Így telt az élet. Legtöbbet Csibával találkoztam, a szódavizessel. A majdán kis kézi kocsiját minden nap megnézhettem, ha akartam, mert mikor az udvar vége felé tekintettem, a kerítésen át beláttam a majdán udvarára. Ott volt. A nap repetre szárította a kerekeit. Mindegy volt. Ha volt, aki húzza, ő ráért nyöszörögni. Azt hiszem, hogy ősszel újra rád kerül a sor, kiskocsi, gondoltam, és súroltam a követ, mondom, vagy pedig poharanként vittem a bort a hajnalosoknak. Így neveztük el Piroskával az egyik vendéget. Pákoszti volt másként a neve. Tudtam, ha ő megjelent, hajnalig, amíg nem pirkad az ég, szó se lehet nyugovásról. Képes volt egész éjszaka egymagában inni. Én csak poharanként. Ez a Pákozdi lopta el tőlem azt az időt, amit írásra fordíthattam volna. Nem mondom, elment ő a vendégekkel este. Gondolom megvacsorázott, de szinte futva jött vissza, hogy zárás előtt bejöhessen a kaszinóba, s amint mondom, ott is maradt hajnalig. Ivott, s beszélt mindaddig, amíg csak forgott a nyelve. Szegény Gyökösi Gyula. Itt emlékszek meg őróla is. Bekár érte, hogy már csak emlékezni lehet rá. Emberségét megette már a sír, igaz ő is tudta, hogy hamar oda kerül, s csapott a világ fele, mindegy. Emberségesebb világban még óvta volna magát bizonyosan. Egy éjszaka éjfélig ott ült a kaszinó filegóriájában ő is, s kínzó halál sejtelmei elől a borhoz menekült. Vele legalább lehetett irodalomról beszélni, könyvekről, írókról, magyar sorsról, az álombéli tanyáról, a 80 filléres napszámról, s arról az idegen és belső árvízről, ami szüntelenül elönti, s iszaposítja nálunk az életet, s aminek hatalmas hőfokú magyar nyár kellene, hogy valamit is apadni kezdjen. Éjfélre maga maradt, ivott, s nézte a csillagokat. Nagy poros nyári csendült mindenfele. Volt nekem egy pulim, Sziszinek hittük, s az ott feküdt a folyósó hűvös kövein. Gyökösinek mellette kellett elmenni, amikor indult hazafelé. Lassan állott föl, nehogy felébresszen, mert mellé ültem, mikor maga maradt, s elszundikáltam első éjszaka, a hajnalost virrasztottam.
Arra rebbentem fel, hogy már megy kopogva végig a folyósón. Ahogy odaért a Sissihez, az megszokta már a vendégeket, s aludt elnyúlva, megállt fölötte, s nézte, nézte, aztán megtápászkodott a falban, s azt mondta: Kispuli, kispuli, te neked jó csak, te alhatsz, de látod, mi nekünk mennyit kell szenvedni. Nem szóltam neki semmit. A Sziszi se ébredt fel. Mikor utána bekattant az utcaajtó, s bementem, Piroska megint tépte a szívetáját. Kivezettem szegényt az udvarra. Ott ültünk hajnalig, s hiába ragyogtak, mink mégis úgy véltük, hogy mindörökre feketék a csillagok. Ki hitte volna, hogy Ady Endre vésztőn is járt életében. Nem tudom, volt-e a kaszinóban, s megkérte valamelyik elődömet egy régi serkimérőt, hogy vigyen neki egy pohár sert. Azt se tudom, hogy járt-e a könyvtárban. Molyok már akkor is éltek, gondolom, s nagy irodalmi vacsorákat csaptak a polcokon porosodó lelki salátákból. Akkor még hírese volt a teniszpályának, s én is valahol len panaszítóban kaszáltam a kutyaherülő sást. Most, ha még megvan, egyházi és iskolai lomtár az a nádas ház, ami akkor iskola volt. Aki tanító volt abban, annak volt a vendége Ady Endre. Gyermekkori játszótársak voltak. Együtt ették a zöld almát, érmint szenten. A tanítót Pápai Lászlónak hitták. Tagja volt ő is a kaszinónak, mert hiszen úgy dukált. 30 évig tanítóskodott Vésztőn, s ez a 30 év tette hallgataggá. Fiai iparosok lettek, s az, amíg fodrász volt, s akit Ady egykor a térdin lovagoltatott, sokszor lenyírta bugyomat. Egy rajzot mutattak nekem egy érmincenti házról. A kerítés alig látszott a rajzon, de a kerítésen túl már az Adiék tyúkjai kotkodácsoltak egykor. Nem tudom, megvan-e még Pápai László. Mióta nem vagyok serkimérő, azóta nem hallottam róla. Az évek és az idők zúgásában fel kellett sorakoznom Ady mellé, s minden pillanatra, s minden erőmre óriási szükségem volt. Hát bizony csapoltam a sert, öblögettem a poharakat, s rájöttem, hogy becsületesnek maradni, és úgy meg is élni, itt bizony nem lehet. Rád csak mondogatta, hogy ennyi és ennyi úri tag lehetetlen, hogy el ne tudjon tartani egy becsületes kaszinóságot. De mikor a második hónap végén is megejtettük az elszámolást, ő is azt mondta, hogy biz ez reménytelen életpálya. Egy szóga, aki nem fogad el borravalót, egy kocsmáros, aki bőven méri a bort, egy serkimérő, aki mindig sűrűre és tetejesre habozza a sert, nem az úri kaszinóba való. Ilyen helyen a fene se látott még becsülettel megélni embert. Pedig ő és Harcsadénes többször segítettek rajtam azzal is, hogy jó lelkűségből bebeszopogtattak egy-egy hordó sert, hogy ne maradjon a nyakamon. Nem mondom, a rámeső részt én is bekóstolgattam, de milyenkor mindig én az ő vendégük voltam. Nem mondhatom tehát, hogy nem igyekeztek kézzel, lábbal és torokkal az én megélhetésemen. Érdekes megemlíteni, hogy valami művész vetődött arra egyszer, akkor nyáron. Gyűrött nadrágban, kicsit nyugat-európai kopottsággal és nagy hanggal. Olyan Szabó Dezső fejű ember volt, bőmejű, jó tokás, igazi ripacs. Bökverseket szavalt, és olcsó, csiklandós, cirkuszi nótákat énekelt. Szóval egy kis lelki felüdülés volt a nyári unalomból,
s a bő étkezésekből fáradt népeknek. Az aztán értette a módját. A zsebiből maga szedte ki, s adta el a jegyeket. Elmondott egy csattanós bökverset, még kacsintott is hozzá, s utána leszállt a dobogóról, hogy későn jött vendégtől, és azonnal és irgalmatlanul bevasalja a jegy árát. S ezt úgy tette, mintha ez is az is az előadáshoz tartozó különleges művészi nyalóka lenne. Utána újra felment a dobogóra, és kacsintott és danult. Aztán megint bökverseket mondott, háta mögött nagy piros bársony drapéria volt. A drapérián túl fal, s a falon túl már a könyvtár a molyokkal, ördögpillangókkal és beporosodott könyvekkel. A kaszinó népe kacagott és tapsolt. Én, a kaszinó szóga, a bőkezű serkimérő a bejáratnál teljesítettem kötelességemet, bebenyújtottam egy-egy széket az elkésett vendégeknek. A ripacs állt és szavalt, s én piros voltam a szégyentől, mint a drapéria. Úgy véltem, hogy a ripacs háta mögött kiukad a könyvtár fala, s a lyukon át a porosodó könyvek szelleme hirtelen megszállotta a vastagtokást, s most annak a nyelvivel beszél az ő népéhez. Na látod, ez kell ide, ilyen ember, mondta Harcsadénes. Este, mikor a ripacs összeszámolta a bevételt, megtudtuk, hogy annyi, mint amennyit én körülbelül 2 hónap alatt keresek fröccsöző és sakkozó gazdáimtól. Vacsora után még meg is hívatta magát a művész egy kis boritarra. Aztán a szelek irányában megindult más és más úri kaszinók felé. És ekkorra már előre haladott a nyár, s újírázón morogtak a cséplőgépek, a faluban is mindenféle gabonaszekerek nyöszörögtek. Stág volt az ég, nagyok a csillagok, és ért a dinnye, hamvasodott a szilva, de reggelenként még azért kinyílottak a déli nyitók. Harcsa Dénes elmen nyaralni. Rácz egész nap foglyok után fitetett, elcsendesedett a kaszinó, csak Pákozdi a hajnalos tartott kirendületlenül. Amikor csak a nyelve meg nem akadt, kérte a bort poharanként. Most, hogy írok róla, szinte ma is hallom a hangját. Mester, töltsön még egy pohárral! S hogy megcsendesedett a kaszinó tája, ráértem én is, és elmentem gabonásba. Fazokassal megfeleztem a bárányokat, s a rámeső részt újra eladtam. Kellett a pénz. Ha már nem kerestem búzát, pármázsát, biztosítanom kellett télire, akárhogy is. Néhány akácfa állott a gabonási tanyán, azok árnyékába feküdtünk le hasra a meleg szélben, és alkottunk. Szegény kis bárányok feküdtek elnyúlva a ganéporban, s nem is sejtették, hogy az ő bőrükre megy az alkú az én életemért. Mielőtt kifizette volna a fazokos az árukat, megsimogattam őket, búcsúztam tőlük. Az volt a vigasztaló, hogy nem kell nekik mészárszékba menni, és tudtam, hogy fazakos is szereti nagyon a jószágot. Csend volt az akácfák alatt, a félszer hűvösében tátogtak a tyúkok, az orosi ganédomb odalátszott, 2 ember zöld lucernát kaszált, s különös jó szaga volt a nyárnak, s elérhetetlen határa a szabadságnak. És ebben az elérhetetlen határban úgy éreztem, hogy annyi csak az úri kaszinó nekem, mintha széjjel nézni felállnék egy hangyatúrásra. Akkor héten, mikor eladtam a bárányokat, levelet kaptam Szeghalomról. A gimnázium igazgatója Nagy Miklós írt, hogy menjek el hozzá, szeretne megismerni, s aztán azt is meg akarja vezem beszélni, hogy a verskötetemet kiadják. Írta azt is, hogy nekik semmi üzleti céljuk nincs,
Neki csak az az erkölcsi siker kell, hogy az első verses kötetemet a Péter András gimnázium adja ki. Igen, Jézus professzor úr tanítványát teljesen elfogadta a szeghalmi gimnázium tanítója, sőt, a Tolsztoj és Petőfi tanár urakét is. Mégis csak jó volt a kántorréti algimnázium a szélben. És jó volt megfigyelni, hogy az öreg Barabásné mikor átkozott régen, ahogy mondta a szavakat. Úgy vettem, mintha danult volna. Eszembe jutottak a régi cipősök is az első padban, szalontán. Rájuk gondoltam s a küzdelmekre, s egy hosszú, vékony poharat teletöltöttem csillogó, sárga borral. Kimentem vele az udvarra, felemeltem az ég és a mérhetetlen távolságok felé, s fenékig ittam. Mikor átmentem szeghalomra, s benn a gimnázium folyósóján megállottam, valami áporodott szag csapott meg, s magam sem tudom miért, megborzongtam. A folyósó homája tette-e, vagy tán az, hogy én a puszta fia már fájó csontokkal és félig meddig elvesztett reményekkel jutottam csak el ide, ma se tudom. Megvallom, akkor azt gondoltam, hogy mégiscsak ott volt jó elkezdeni, ahon én elkezdtem. Pár nap múlva adott az Isten esőt nagy mennydörgéssel, s Rácz József nem mehetett el vadászni. Mint gondnok, bejött a kaszinóba számolni, széjjel nézni és egy kicsi bort inni. Akkor megmondtam neki, hogy én válok a kaszinótól, mert nem bírom a füstöt. Megérzem azt is, hogy a tagoknak egy más emberre volna szükségük. Rád szomorkodott szegény, s biztosított, hogy nagyon is megvannak velem elégedve. De én azért mégis azt mondtam, hogy szeptember a legszebb hónap, s hogy én már azt szabadságban akarom eltölteni. Rácz aztán arra választott egyénekkel megbeszélte a dolgot, s egy hét múlva tudtomra adta, hogy a vezetőség beleegyezett abba, hogy otthagyhassam őket. Semmim sem volt a világon, se búzám, se malacom, se szalmám. Mégis úgy véltem, hogy milyen jó az ég én hozzám. Megengedi, hogy búcsút vehessek a teniszpályától, és a piros drapériás nagyteremtől, ahol a bökművész olyan nagy győzelmet aratott. Piroska meg is kezdte azonnal a hazahurcolkodást. Elhitt a kisángyunkat, s ma is, holnap is, azután is mindig vittek haza valami csanakot. Lassan, tartósan, forrón égett a nyár vég, s Harcsadénes is előkerült a nyaralásból. Emlékszek rá, milyen hüledezve nézte a kopaszodó lakást. Mikor megmondtam neki, hogy hála Istennek, innen én már megyek, nagyot nézett. Hát aztán mit csinálsz otthon, te szerencsétlen? Miből írsz meg? Én nevettem, hogy még megvan a Majdán kocsia, s hogy Varga Zsiga is él még. De meg mindegy, akárhogy is lesz, csak el innen. Tudta nagyon jól, hogy nem a munka, hanem a füstös termek szelleme és idegensége az, ami semmi nélkül is kitaszít a tél elé onnan. Azért, mikor megtudta, hogy a verses kötetemet a Péter András gimnázium kiadja, megnyugodott, s azt mondta, hogy egyébnek nem is, az erkölcsieken kívül, az is jó lesz téli szalmazsáknak. Azon főtt a feje aztán, hogy miként is lehetne azt eladni. A napszámolásnak bíz végit vetünk cimbora, mert ha nem, az vet véget neked, mondta. Egy hét múlva már tanítgattam az új kaszinó szolgát. Kis ősz ember volt mici sapkában, nyakkendővel, cipővel, s szájában minduntalan kérem szépennel.
valóban odavaló ember volt. Mikor átadtam neki a bánatok és örömek poharait, s megszűntem, mint serkimérő, Harcsa Dénes is örült, hogy legalább együtt elmegyünk Debrecenbe. 10 napja volt még hátra a tanítás megkezdéséig. Piroska odahaza várt mosolyogva és megbékélten. Nézte a vérző udvart, s azt mondta, hogy gyönyörű, mert amint már mondtam, azt ellepte a veres paré, s mind nagy bojtot vetett. És a lassú nyár végi ragyogásban minden boj tündöklött és piros volt, mint a vér.